Halk moraj a régi sportcsarnokban, a közönség szálingózik, pedig jó boxmeccsig érkezik. A Honvéd és a Borsodi Bányász mérkőzik. Voltak idők, amikor az ajtót is betörték a szurkolók egy ilyen meccs előtt. Most miért nem? Abszolút illetékesek válaszolnak erre a kérdésre. A magyar box nem rosszabb, mint volt annak idején, amikor én is versenyeztem. A közönség pártott a legkicsikét a mérkőzésektől. Sokkal másabb lett az élet, egészen más területekre orientálhat a közönség, és másabb foglalkozik, mint a boxsal. Pesten kevés a sztár ökölvívó. Tehát kevés az olyan ökölvívó, aki behúzza tömeget a sportcsarnokba. Vidéken van egy Isaszegi Robi, van egy Ranek Sanyi, van egy Várodi, van egy Kalocsai, nálunk nincsenek. Majd ha nálunk is lesz, akkor megtöltjük mi is a sportcsarnokot. És akkor újra visszajönnek a szép idők. Mire számít ezen a mai meccsen? Hát az a nagy gondunk, hogy a legjobbjaink nem kaptak ellenfele, tehát inkább a kezdő fiatal gyerekeink fognak öklözni. Egy szoros mérkőzésre számítok, esetleg egy két pontos vereségre, de még az is lehet, hogy egy döntetlen meg tudunk csípni. Szoros mérkőzésen győzelemre számítok, megmondom őszintén, mert szeretném megnyerni a bajnokságot. Elsőként egy kis kellemes meglepetés, bemutató mérkőzés, kisgyerekek a ringben. Vajon miért választották ezt a nagyon kemény, igazán férfias sportágat? Én azért választottam ezt, mert az apukám is az volt valamikor, és gondoltam, hogyha olyan jó eredményeket ért el, akkor én is el tudok valamit érni. Látom a szőket, hogy milyen jobb megveri az ilyen nagy erős embereket, amikor olyan kis vékony kis gyerek, és attól kaptam meg a... Gyorsan mutatkozzatok még be! Tódor Gábor vagyok. Szanka András vagyok. Az utolsó perc következik. Az 51 kg-osok között Isaszegi Róbert, tiszta pirosban ellenfele, Horváth Tibor a Honvédból. Nagyon nagy ütésváltások, rettenetesen nagy csata jellemzi ezt a meccset, mint ahogy az várható is volt. És kondícióval is bírja mind a két versenyző. Horváthot a második menetben fogásért megintette Dőri Miklós mérkőzésvezető. Most Horváth lép bele egy balba, meg egy jobba, akire rá is számol. Dőri bíró a semleges sarokba küldi. Két nagy ütésbe lépett most bele Horváth Tibor. A közönség ugyan fütyül, de azt hiszem védeni kell Horváth egészségét ezzel is. 15 másodperc az első felnőtt meccsből, és a Szegi most nagyon fölénybe kerül. Horváth Tibor fog, berántja oda a kötélhez ellenfelét. Ez szabálytalan volt. 5 másodperc van hátra az első felnőtt meccsből. És mindjárt vége a mérkőzésnek, meg kell, hogy szólaljon a gong pillanatokon belül. A nagy órán már letelt az idő, a közönség tiltakozik ellene. Na erre is ritkán van példa, hogy 3 perc, 15 másodpercig tarton a harmadik menet, most addig tartott. A piros sarokban pontozással győz, Isaszegi Róbert ezzel a Borsodi Bányász 6-4-es vezetés szerez. Miért tartott tovább a harmadik menet az előző meccsen? Sajnos a 2 óra van, egyik egy elektromos, másikat, és nem hangolták össze magukat, elnézték. És ilyenkor nem lehet óvni esetleg, hogy tovább tartott a meccs? 10-valahány másodperc volt az egész, ezért nem lehet óvni. Két meccset nagyon gyorsan egymás után föladott a Honvéd, miért? Mert ezek kezdő gyerekek, nem akartuk megveretni őket, hát ezek még tanulnak. Szóval ezek harmadik mérkőzése volt életében, az előbbinek meg 5 meccse volt. Hát szóval, és ez egy válogatott szintű játékos volt mind a kettő. Tehát nem, a Szőke az Európa bajnoki ezüstérmes, a Szűcs meg magyar bajnok, meg junior magyar bajnok. Tehát ezzel akár el is veszteti a Honvéd ezt a csapatbajnokit, nem? Nem érdekes. Majd akkor következőnél nyerünk. Az utolsó perc következik a 75 kg-osoknál. A piros mezben Ranek Sándor ellenfele Bérez Zoltán, aki fordított alapállású, és jóval hosszabb karú, magasabb testi felépítése a sokszoros válogatott borsodi versenyzőnél. Kiegyenlített eddig a meccs, bár a harmadik menetben az eddig eltelt több mint 2 percben Bérez tűnik valamivel aktívabbnak, pontosabbnak, mint ahogy most is jobban találja el Ranekot. Ranek nem tudott eddig kibontakozni, legfeljebb a második menet elején volt egy-egy jó ütése, egy-két jó akciója, megint Béres az, aki megy előre. Béres a harmadik menetben sokkal aktívabb lett, bár most, mint a fáradni látszanak, Ranek ballal eltalálja a honvédos versenyzőt, 25 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Ranek nem tudja jobban igazán megütni Bérest, nagyon szeretné, valahogy ki
húzni ebből a csigaállásból ellenfelét. Franek Sándor most ballal jobbal. 5 másodperccel a mérkőzés vége előtt Franek hajrázik, Béres eléggé elfáradt. Franek elhajol még egy ütés elől és vége. Egyhangú pontozással győz a piros sarokban Franek Sándor, gondolom elsősorban a második menet miatt. 13-13 a mérkőzés állása, és az utolsó találkozó plusz 81 kg-ban. Kékmezben Porobjanszky Béla, ellenfele Petrányi Zoltán. Porobjanszky tartják papíron esélyesebbnek, tehát ez a borsodi bányász győzelmét ígéri. Na majd meglátjuk. Másodszor is figyelmeztetik őket, illetőleg megintik. Pedig mind a két versenyző szeretne valamit. Fog Porobjanszky, kifejezetten fogott. És most Dőri mérkőzés vezető jelzi, harmadszor is meginti sorozatos szabálytalanságért mind a két versenyzőt, tehát mind a kettőt leléptetik. Így a csapatbajnoki mérkőzés végeredménye döntetlen. Egy ma esti.